Miután az összes sablon papírmintáját felragasztottam a kartonra, és megszáradtak a ragasztások, persze volt közben más dolgom is, nekiállok a sablonok pontos kivágásának. Ezeket vonalzó mentén fogom vágni, kivéve persze az íves vonalakat, és a schnitzerhez egy vadonat is állatot pengét használok, aztán könnyen el tudom képzelni, hogy meg még egyszer-kétszer nem fog át friss pengét letörni menet közben, mert úgy tapasztaltam a sablonok durva kivágásánál, hogy bizony nagyon nehezen vágható ez a karton, ahhoz képest, hogy mire számítottam, és szükség lesz az éles pengére, hogy pontosan lehessen vágni. Ezzel a pengével viszont nagyon szépen simán el tudtam vágni, nem kellett vele vacakolni, maszatolni, vagy többször átmenni egy vonalon. Akkor lássuk az első íves vágást. Ez muszáj lesz szabad kézzel csinálni. Egész jól sikerült. A vége ez nem lett valami szép, megbicsaklott a penge már a vége felé. Azt hiszem illetve lesz egy újabb darabot letörni belőle, és egy borotva éles darabbal ezt kiigazítani. Így legalább van egy viszonylag friss pengém a következő íves szakaszhoz.
Ez a ragasztóspré, ez nagyon bénán fogta meg a papírt. Hát, ha csinálok még hasonlót, akkor sima stikkes ragasztót fogok használni. Nagyon elfáradt a kezem itt a leszorításokban. Lássuk ezzel a meglehetősen friss pengével a hosszú-hosszú íves szakaszt. Finom darabokhoz, az erősítők sablonjaihoz akarom használni, aztán majd a legnagyobbhoz azután, hogy ezeket kivágtam. És akkor itt vannak a sablonok összeillesztve úgy nagyjából a sárkánynak a formájára. A nyomtatás szerintem eléggé pontos volt, ennek ellenére vannak olyan helyek, ahol nem pontosan illeszkednek a darabok. Ez remélem, hogy csak azért van, mert a sablonokon rajta van még a varrási átlapoláshoz való ráhagyás, és amikor majd a sablonok szerint kivágott anyagdarabok lesznek összeillesztve, akkor lesz megfelelő és pontos az egész vitorla illeszkedése. Megállapította a vágás közben, hogy a folyható ragasztóspré az igen-igen vacakul ragasztotta csak meg a papírt a kartonhoz. Nyilván még alaposabban el kellett volna áztatni, csak akkor még több helyen átütött volna a nyomtató papíron, meg esetleg jobban felhullámosodott volna. Úgyhogy a tanulság valószínűleg érdemesebb rögtön sima stiftes ragasztóval kezdeni. Most azzal fogom egy kicsit kijavítani ezeket a rosszul ragadt széleket. Remélhetőleg még meg fogja ragasztani, úgyhogy már rajta van a másik ragasztó is valamennyire.
így talán tartósabbak lesznek valamivel ezek a sablonok. Igazából persze nem létfontosságú, hogy most ezek a papírok még rajta legyenek, hogyha egyszer ki van várva a kartonból, de szebben néznek ki, hogyha félig lelóg róla a papír, az esetleg használat közben is kellemetlen lehet. És azon kívül a vitorlához való sablonokon, azokon rajta vannak ezek a nyilak is, amik a szövet láncvonalainak az irányát hivatottak jelölni. Ebből? Hát ebből a maiból nem sokat, legfeljebb azt, amit már az előző videó végén is elmondtam, és a mostani közben is leszögeztem, hogy a kinyomtatott mintákat ragasztóstifttel érdemes felragasztani a kartonpapírra. Megfigyeltem ezen kívül, hogy amikor a hosszú vonalzó mentén próbálunk egyenes vonalat vágni, akkor a vágás végére a vonalzó hajlamos 1-2 mm-t elmászni, amire oda kell figyelni. Ami a kivágott sablonok pontatlan összebasszolását illeti, az természetesen tényleg csak annak volt betudható, hogy a varrási ráhagyás az már benne volt ezekben a sablonoknak a méretében. Hogy hogyan használom föl a kivágott sablonokat a vitorlapanelek kivágásához, azt a következő epizódban megmutatom. Addig is ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.